Sziasztok, én Pityugeri vagyok, ez itt pedig James kalandjainak a harmadik része, éljen végre! Beszereztem az Outdoor Retreat-et kiegészítőt. Úgyhogy most kapok egy csomó mindent. Oké. És most remélhetőleg be fog töltődni a cucc, ugyanis volt egy kis problémám a frissítésekkel, és újra telepítettem, de nem töröltem. Úgyhogy ha James megvan, akkor szerencsénk van, ha nem, akkor... De megvan! Nincs gond. Jó. Nem szóltam semmit. No akkor. Kezdjük el. Ugye megépítettem a házát, most be fog költözni. Megtapasztalja, hogy milyen az élet itt Willow Creekben. Talán jól mondom. És akkor adunk valami alaphangot a fitségi tevékenységének, mert ugye én azt akartam. Event Horizon. Az mi? Na mindegy. Oké. Így szerintem a kamera állás jó, ugye? Vagy inkább legyen így. Aha. Így jobb. Oké. Na, rögtön előkapta a tabletet és játszarozik. Nyolc órán keresztül akar edzeni. Meg egy edzéstervet is akar magának kidolgozni. Ez az ő ilyen aspirációja. Oké. Na most keresni kéne neked munkát. Ja, de jó! Úristen, ez nekem még új. Eddig úgy, hogy rámentem a telefon, és akkor így feljött itt egy lista, hogy mégis így egybetett teljesen. Keres munkát, szervez eventet, mit tudom én, buliz, ilyenek. Atléta, ilyen létezik? Most már igen, akkor az lesz. Király. Kapott munkát, akkor kocogni akarsz. Exercise. Legyen, do sit-ups. Felülések az bőven jó. Rendben. De most nem olyan játszorozni fogsz. Olyan üres így ez a ház. Majd kell pénz. Nem akarok kódozni, mert az úgy csalás, és most csalás nélkül akarom megcsinálni ezt az egészet. Nehéz lesz, de megcsinálom. Oké, akkor a fanya az menjen fel a maximumra, és akkor csináljon valami jó kaját. Ennyi mindent lehet már rögtön. Ez a Franks and Beans még nem is volt itt, amikor sok minden jött ezzel a játék. Kiegészítő akármivel. Jó. 15! Vicces! Ha tudom, hogy ilyen drága, akkor inkább csinálok egy salátát, vagy nem tudom. Na mindegy. Oké, a főzés tudományjártasságot elkezdtük fejleszteni. Ó, kész is van. És ez 8 arag. Jó. Hát még nem vagy éhes, akkor eltesszük a hűtőbe. Még jó, hogy megvettem ezt a tabletet, különben szétunná magát szegény. Amúgy lehet, hogy a tablet helyett inkább kéne vennem egy futópadot. Maybe. Egy próbát megér. El tudom szerintetek adni a kezéből? Nem hát! Tedd le! Nyolcszáz! Hát annyiért már nem adom el! Hát hülye leszek! Hát 920-ba kerül a... Vagy 900-ba a futógép, hát akkor most... Nem is lesz elég pénzem, á nem. Legyen annyi öröme. És akkor úgy látom, hogy találkozni akar egy új szimmel. Ó, tökéletesen alkalmas ez a Tereza. Mindig viccesen szoktam bemutatkozni, mert az milyen jó. De ne álljál már meg az út közepén, Csajci! Te tök szép vagy. Na, megvan a nő.
Jé, ott van izé. Mondjad már. Mariella, igen. Ő a másik szívemnek a felesége. Ismerkedjetek. Alig várom, hogy átmenjen rajtuk egy autó. Nyomjunk be néhány. Oké. Okay. Elbeszélgetnek. És elkezdte a szórakoztató jártasságot is fejleszteni. Tök jó. És azt hiszem az az élet célja, hogy barátokká váljanak. Oké, okay, megoldjuk. Nem kell nekem a lecke. A karizma jártasságot is elkezdte fejleszteni, ez teljesen tökéletes. Tereza energikus. Neki is az kéne. És ő is az, ez az. Hip bump. Pep talk. Enthuse about interests. Bocsi, hogyha csak angolul olvasom fel őket. Én tudom, mit jelent, nem feltétlenül fogom nektek elmondani, mit jelent, mert nem veszem észre, hogy angolul mondom. Meg így értem, hogy mi maga a jelenség, csak éppen nem tudom szavakból önteni magyarul. Néha ez is előfordul. Do push-ups. Exercise. Do push-ups. Fekvőzni akar. És mi lenne, ha lemennénk az útra, mert már hatan elütnek? Elmész? Szia! És elmegy a nő. Oké. Okay. Majd ha még jön valaki, akkor vele is leállom facsizni. És még most integet neki vissza. Hát ez nagyon aranyos. Oké, okay, kinyitjuk a hűtőt, és eszünk egy adaggal ebből a... Mi ez? Franks and Beans. Talán chilis bab? Az... Ja, hogy nem éhes, hanem vécére kell mennie. Buta pityú. Véletlenül ide néztem, holott arra kellett volna. Jó, mindegy, most már ezt egye meg. Rendben, ne erőszakold magadba, mert magába erőszakolja. Nem értem én ezt. Oké, okay, ülj a budira. Ne félj, ülj a budira. Úgy. Nem így gondoltam. Ez kicsit büdös. Még odafingik. Halljátok? Ott a másik szímem. Ő is James. Mert ha közelebb jön, akkor áthívom. Akkor viszont... Ne arra menj! Jó, akkor mutatkozz be neki. Rögtön két embert fog megismerni, ez így jó. Ő a másik szímem, ő is James, csak ő nem Parks, hanem Storm. Mi lenne, ha beszélgetnétek, mert még... Don't know each other. Most már igen. Most már megismertétek egymást, akkor legyen egy hip bump, egy pep talk.
Meg egy... Jön akármi. Lehet inni energiaitalt. Jó! Ez nagyon nagy. De jó. Na és az energiaital is energizál. Pepped up. Ez tök jó. Lógjatok. Mikor is kell dolgoznia? Jaj, még... Nem értem. Ja, a szabad napja van. Jó, oké. Na, ez mit jelent, hogy Star Jays? Jó, csillagles! Ez komoly? Az út közepén? Inspired. De... Star Jays-ért. Ó, te szemtelen szemét. Most az jutott eszembe, hogy nincsen-e valami olyan kaja, ami energikussá tesz. És meg lehetne főzni. Nem hiszem. Na, még mindig nem jutottak el? Új barát. Király. Akar venni egy ilyen festővásznat. Mondom neki egy drámai történetet. Beszélnek az álmaikról. Aztán... Megkérdezzük, hogy milyen a napja. Aztán... Elmondunk neki egy új ötletet. Ja, értem, pont úgy megy az autó, hogy ne sikerüljön átmenni az egyik Jameson. Két James beszélget. Aha, ez nem olyan jó, mint amikor a két pápa beszélget. Mondjuk, hogy már az se érvényes, mert kettő van. Akkor három. Jó, nem volt vicces, na. Oké. Okay. No, most, hogy ilyen jól megismertétek egymást, aludni akar, úgyhogy megy aludni. Komolyan még bejön? Nem á! De én nem tudom begyorsítani az időt. Na végre elment. Na és ilyenkor ezt szeretem, amikor így pörög az idő itt lent, mert akkor mennek a napok. Még nem is néztem, hogy ezt a Outdoor Retreat kiegészítővel ezek most mit jöttek, vagy Game Pack, ez most Game Pack. Bocsánat, a Sims 3-ban csak kiegészítők voltak, ebben már van Game Pack, ebben már van kiegészítő, ebben már van csomag, nem tudom micsoda, simán tárgy, meg mi, bonyolult. Oké, felkeltél és éhes vagy, akkor csinálj már reggelire egy... Tojás... Verünk. Tükör tojást? Azt hiszem. Vigy az rántotta? Rántotta. Friday a tükör tojás, a...
Na és már bele a borsot, te szerencsétlen! Omlet. Nem tudom, miért nem lehet ezt omletnek nevezni, amúgy a... Hangos! És nem ejtette bele a borsot? Csak oda ragad a cucc. És rögtön kajál. Le se ül. Na végre leült. Gondolom megkóstolta, hogy mennyire jó. A tabletet visszarakjuk a... az asztalra. És akkor már fogsz dolgozni, ugye? 2-től 9-ig fog dolgozni, az tök jó. Megvolt a munkanapja, akkor kap egy kis pénzt, megnézzük, hogy mit lehet abból venni, és hogyha nem lehet semmit, akkor ennek a videónak most ennyi lesz, mert 16 perce megy már így is. Lassan halad ez a nap. Ez fekvőz, ez az. Át akar jönni James. Jöjjön. Megnézzük, hogy vannak valamilyenféle új tárgyak. Jó, de jó! Karácsonyi cuccok meg minden. Azt a... Hát ez király. Növények. Ez szép. Kuka. Még új kuka is van, ez nem igaz. Új lámpák. De szépek. Tök jó. Új szőnyegek. Új mosdókagyló. Új tükör. Fabados zuhanyzó. Még új kép is van. Új ágyak, új tükrök, új komód, új éjjeli szekrény. Ez milyen? Ez mi? Ja, értem, hogy ez egy ilyen... Aha. Ez zene akármi. Ja! Hát ez tök jó! Új szobor is van. Ez tök király! Még új számítógép is van, ez nem igaz. Új gitár. Akusztikus gitár. Még új szék is van. Ez komoly! De jó! Azt a... Itt is vannak új díszek. Új kinti világítás. Új kuka, az már volt. Farönk, amire lehet ülni. Oh, de jó! Tábortű sátor! Mondná, ez ilyen hűtőtáska az. Most hát ez hűtődoboz, de nekünk hűtőtáskánk van, azért mondom mindig, hogy hűtőtáska. Oké. Hát ez nagyon király.
Ha majd lesz pénz, akkor majd. Oké, behívtuk. Pletykáljon. Mondjon egy benfentes viccet. Jaj, de gonosz. És leültek. Nagyon nagy. Legalább a szórakozottsága feljebb megy. Vegyél meg egy habfürdőt. Mert ha beköltöztél, nem fürödtél még egyszer se. Egy óra múlva kezdődik a munka. Oké, azt hiszem pont most kell majd mennie dolgozni. Papa! Azért megkérem, hogy távozzon. Gyorsabban menne, hogy megint az idő. Oké, elment. Gyerünk, 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 mindjárt pöröghet az idő. Ez az, megpörget. Délután 2-től este 9-ig dolgozik. Korrekt, teljesen. Száztizenkét szimoleon. Viccelsz? Nyolom. Egy ilyen egy kis babot. Mindig belekóstol, mielőtt leül megenni. Ez olyan fura. De úgy tűnik, hogy ez nem egy egyszeri eset volt. Oké. Okay. Aztán még vécézned kell, ugye? És aludnod. Legyen ennyi elég mostanra, mert már 23 percnél járunk. Legközelebb ismét elmegy egyszer-kétszer dolgozni. Megpróbálunk nőügyben egy kicsit előre haladni, új embereket megismerni, és kéne talán már egy futópad, meg valami... akármi, bármi. Számítógép, tévé. Mondjuk az nem hinném, hogy a következő részben ezek mind meg lesznek, mert hát a tévé drága, a számítógép drága. Esetleg új emberekkel meg lehet ismerkedni, de más nem nagyon tudok. Úgyhogy akkor most arra legyen ennyi elég. Én köszönöm szépen a figyelmet. Hamarosan jövök a negyedik résszel. Pityu Geri voltam. Sziasztok!